Egy kerekes járókerettel közlekedő idős asszonyt egy helyi lakos azért állított meg, hogy megkérdezze tőle a pontos időt. Míg a nő a zsebébe nyúlt a telefonjáért, hogy megnézze azon az órát, addig az idegen férfi a járás segítő kosarából kikapta a táskát a benne lévő pénztárcával, és elszaladt a zsákmánnyal. Pár utcával arrébb a tárcából kivette a készpénzt, és a táskával együtt eldobta. A bejelentés követő adatgyűjtés során a karcagi rendőrök a rendelkezésre álló kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították, majd elfogták és előállították a feltételezett elkövetőt. A gyanúsítottként kihallgatott jogsértő beismerő vallomást tett. A nyomozók az eljárás során megállapították, hogy a 26 éves férfi ellen eljárás van folyamatban több, az elmúlt hónapban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt, és az ügyeket egyesítették. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatása indítványozására.